Nézzük a szolidaritást. Jó reggelt kívánok, ismételtem. Jó reggelt. Olvasom a híreket. Itten bértárgyalások jobbra, balra, akkumulátorgyár, tiltakozás jobbra, balra, és nem tudom, szóval a szolidaritást nem érzem. Mindenütt van valami mozgolódás, de vagy ráterepül így vagy úgy a politika, ami nem jó, ezekre a bizonyos mozgalmakra, vagy pedig azon igyekszik a politika, hogy magasról tegyen ennek rá az emberek. Igen. Hát köszönjük szépen, ennyiben. Hát ezért is mondjuk mi azt egyébként, hogy jó lenne, hogyha a pártpolitika az elhagyná legalább az önkormányzati politikát. Mert tényleg hát borzasztóan elmérgesedett, azt gondolom Magyarországon is, valószínűleg mindenhol, de mi hát itt élünk, borzasztóan elmérgesedett ez a pártpolitika, és már annyira leszivárog a már a működésben, a mindennapi életben, hogy megmérgezi a teljesen átlag emberek, vagy hát az emberek, nagyon átlag emberek vagyunk, de az embereknek a hétköznapjait, és ez biztos, hogy nagyon káros. Úgyhogy nekünk volt múlt héten egy közgyűlésünk, és ugye el is határoztuk, hogy szokás szerint indulunk az önkormányzati választásokon, és hát nem vagyunk politikai párt, úgyhogy nem tudunk törvényjavaslatot benyújtani a parlamentbe, de mi azzal kampányolunk, hogy a helyi ügyeken kívül, hogy hát a pártok azok az önkormányzati politikát hagyják ki, engedjék, hogy a városainkat, a falvainkat üzemeltessük a párt logika nélkül, és akkor talán jobban megúszhatóak az ilyen debreceni ügyek. Egyébként a debreceni ügy az nekem így messziről, nem ástam bele magamat, azért is borzasztóan fura, csak hogy ne kerüljen meg a konkrét példát, hogy én úgy tudom, hogy ott a pártok megszavazták egyébként a debreceni közgyűlésben ezt az akkumulátorgyárat. Tehát még régebben, tehát nem, ugye ez nem most, nem az elmúlt két évben történt, hanem előtte. Tehát ugye ez nagyon fura, hogy most akkor nem. Ugyanakkor én is azt gondolom, hogy az akkumulátorgyár, főleg az akkumulátorgyárak, amiket most ugye nagy hirtelen kiderült, hogy itt nem egyről van szó, hanem tizen felüliről, hogy hát azért azok nem biztos, hogy jót tesznek ennek az országnak. Térjünk egy kicsit vissza erre a közgyűlésre. Próbáltak esetleg valami, nem is tudom, útmutatót, vagy valami útmutatót adni, vagy ötletbőrzét tartani, hogyan is képzeljük el azt, hogy az önkormányzati választáson túlnyomó részt civilek induljanak, és hogy ehhez szükség van-e valami civil szövetségre. Nem tudok szebb kifejezést találni, aminek viszont ugye az lehet a veszélye, hogy egy ilyen szövetség, ha nincs is benne a nevébe, de mégis elindulhat a pártosodás útján. Tehát ez egy 22-es csapdája is. Persze, de hogy azért, tehát mi a helyzet? A helyzet az, hogy a Magyarország 3200 településéből 3000-ben, ugye a 10.000 felattiakon nem pártok indulnak az önkormányzati választáson. Mindenkiről lehet tudni, hogy ki hova húz, de nem pártok indulnak. Ugye itt gyakorlatilag 210.000 fő feletti településről beszélünk, lehet, hogy ez nincs is 200 egyébként, de most ezt nagyjából körül ennyi van. Ugye itt indulnak pártok is, de már itt is elkezdődött, tehát már ezeken a helyeken is elkezdődött, még Budapesten is, már régebben is, hogy nem pártok, vagy nem csak pártok indulnak, hanem civil szervezetek is van, amikor a civil szervezet az, amelyik az erősebb a közgyűlésbe. Még Budapesten is van ilyen, Budapesten nem igazán, de még a megyeszékhelyen is van ilyen, azt hiszem Szombathelyen, de biztos vannak más példák is. Tehát ez a folyamat elkezdődött. És valószínűleg ebből a logikából, hogy megunták helyben, hogy a Szombathelyen vagy Debrecenben van egy ügy, amit meg akarunk oldani, de a két legnagyobb párt, vagy három legnagyobb párt központja politikai ügyet csinál belőle, és akkor nem lehet megoldani, és szóval, hogy ezek ilyen értelmezhetetlen helyzetek. Ez Budapestre is áll. Ez Budapestre is áll. Tehát én azt, hogy hát persze ez a veszély fönnáll, hogy az önkormányzat a logikából egyszer csak kinő egy párt, de hogy
hogy én ezt nem... Értem. Én ezt nem feltétlenül gondolom, mert tényleg más a logika. Az önkormányzatoknak az a feladatuk, hogy törvényben leírt feladatuk, hogy működtessék azt a falut, azt a községet, világos, azt a várost, azt a fővárost, menjen a busz, szépüljön, épüljön, növekedjen a városlakóknak megfelelően, akaratának megfelelően. Én nem gondolom ezt. Azt akarom még megkérdezni, hogy a szolidaritás mozgalom, mint egy ellenzéki mozgalom, fogalmazunk így. Ilyen pillanatban igen. A kormányváltásban érdekelt. És ha nézzük akkor a pártlogikát. Ha így nézzük, akkor ugye a kormánypártok teljesen érthető módon a szó nem legrosszabb értelmevő, egy monolit rendszerként működnek, tehát nekik az a fontos, hogy mindenütt ott legyenek a politikusaik, önkormányzati testületekben, stb. Ezzel szemben az ellenzéknek sokkal rugalmasabbnak kellene lennie, és neki jobban kéne hajolnia a civilek irányába, de valahogy ezt se látom. Tehát ez a Jászberényi példa most független attól, hogy a polgármester személye az számomra kicsit necces, ugye a jobbikossága miatt, de mégis összehoztak egy civil egyesületet, és taroltak. És úgy, hogy a legnagyobbnak gondolt ellenzéki párt volt az, amelyik ugye fölrúgta az előző városi működést. Igen. Összetett kérdés. Ugye a Magyar Szolidaritás Mozgalom, ez egy civil egyesület. Igen. És mi, bár élünk közéletet nagyon határozottan, de amikor, ez érdekes, ez mindig ketté vált, mi mindig valamilyen párttal kooperációban voltunk, vagy több, majdnem minden párttal így vagy úgy, de kapcsolatban vagyunk, de mindig van egy párt, akiről kiszervezzük a politikai tevékenységet, vagy nem is ez csúnya szó, de hogy akiről azt mondjuk, hogyha a politikai véleményünket akarjátok hallani, akkor az ő az. Ez ilyen pillanatban ugye az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom, az ISZOM, és ilyen szempontból a Magyar Szolidaritás Mozgalom, vagy a Magyar Szolidaritás Mozgalom az, szóval ilyen szempontból nem is az, hogy kormányváltásban vagyunk érdekeltek, mi változásban vagyunk érdekeltek. És ugye ennek folyamánya hát nyilván egy esetleges kormányváltás is. De amikor önkormányzati politikáról beszélünk, akkor mi leginkább arról beszélünk, hogy hogyan kell Budapestet működtetni. Hogyan lesz az, hogy a Budapesten mondjuk 50-30 éve várakozó projektek, amiről már nagyon sok szó esett, azok mondjuk 15-20 év alatt mondjuk megépülnek, mert egy metrót nem lehet megcsinálni mondjuk egy év alatt. Tehát ugye ez nyilvánvaló. De hát Újpalotán már 50 éve várják, hogy megérkezzen oda. De 5 év alatt meg lehet építeni. A metró, a mai technikával már 5 év alatt meg lehet, vagy hát legalábbis, szóval, hogy mit tudom, érdemi reményeket lehet elérni. De 50 éve nem történik meg, holott azt a települést, tehát Újpalotát, ami az ország legnagyobb lakótelepe, úgy építették, hogy oda ki fog menni a metró. Bizony. Laktam is ott jó sokáig, jó pár éve. Én is ott születtem. De, hogy mondjam, de ez ugye ez Újpalota. A Pesterzsébeten is hasonló, Pesterzsébet és Soroksár, és ugye mögötte már Szigetszent Miklós, ami még nem része a városnak, de hát ugye már nagyon itt van mellettünk, meg Csepelnek, és ugyanilyen régi problémái vannak, és akkor most nem említettem azt, hogy ebben a városban van 8-10 rozsda övezet, ami teljesen értelmezhetetlen. A város amikkel lehetnek ezek régen gyártelepek voltak, ahol amik működtek. Most kell velük valamit kezdeni, igen. A város büszkeségei voltak, és ezek most 30 éve itt 32 éve itt rozsdásodnak. A borzasztó nehéz Budapesten lakást bérelni, vagy lakáshoz jutni egy magyar átlag honfitársunknak. Vagy ugye hát a parkolási lehet, a parkolásról arról órákat lehetne beszélni, és a mi egyik nünükénk a zebra, igen, a gyalogos átkelő helyek, ugye nyilván persze Budapesten történik a legtöbb baleset, de hát nyilván itt vagyunk a legtöbben, plusz agglomeráció, tehát ez sajnos természetes, de az már nem természetes, hogy nincsenek felfestve a gyalogos átkelőhelyek, nincsenek kellőképpen jelezve, nem kell lelassítani előttük. Tehát, hogy itt, ugye nekünk van egy konkrét programunk, a zebra minimum is. Tehát, hogy itt elképesztő mennyiségű ügy van, amivel foglalkozni kellene, de nem foglalkozunk vele, mert ilyen őrületes párt dolgok mennek, hogy nem veszünk föl támogatást, mert akkor ő elmondhatja, hogy adott, és akkor mi nem.
ezt mondja mondjuk a DK-nak a polgármester, aki nyilván fel akarná venni, hát persze, hogy fel akarná venni a pénzt, de nem, mert a pártközpont azt mondják, hogy nem. Akkor, nem a Fidesz, akkor a fideszes politikus azt mondja, hogy ők nem adnak a Lánchíd felújítására 6 milliárd forintot, mert mit tudom én... Holott szerződés van rá. Holott szerződés, és a nemzeti kormány, a nemzet büszkeségére nem... tehát ezek ilyen egyébként borzasztó buta ügyek, tehát szerintem ez mindenkit éget. Aki ilyesmiket mond, megcsinál. És a mindennapjaink apró percei és értelmezhetetlen. De tényleg ez nem is lehet érteni, hogy most akkor te kormány vagy, és nemzetek, és akkor nem adsz a Lánchídra pénzt, te egy polgármester vagy, és nem veszel fel a kerületednek még pénzt, hogy hát, miért? Tehát, hogy ez tényleg, és ennek semmi értelme nincsen. Tényleg semmi értelme nincsen. Ezt ki kell venni. Ki kell venni ezeket az ügyeket Bár ugye nem egy jó kifejezés a magyar, az európai politika történetben a harmadik út kifejezés, ezt ugye... Hát igen, annak idején, ez lett Tony Blair és Anthony Giddens nagy találmány, ami áll a égnek nem jött be, de mégis nem tudok most más kifejezést használni. Tudnak a civilek harmadik utat kínálni úgy, hogy el is jusson az üzenetük az emberekhez? Ez Budapesten a legnehezebb. Vidéken, kis települések, kisebb településeken ez sokkal könnyebben megy. Ugye Budapest, az önkormányzati politika, az Budapest, itt a legnagyobb fókusz, itt legerősebbek a pártok, itt legnagyobb hangja a médiának. Tehát én ugyanakkor azt gondolom, hogy ahogy egész Magyarországon is, ki van ábrándulva, meg már el van fáradva mindenki egy kicsit ebben a nagy gyűlölködésben. Igen, de akkor elmennek és, ezek után választani? És én azt gondolom, választani? A magyarok el szoktak menni a választásokra szavazni, a magyarok nagyon fegyelmezett népek, és egyébként nagyon is jól beszokták tudni határon, hogy nekik mi a jó. Én ezt látom az elmúlt. Vagy hát, hogy amit kapnak információt, hogy abból mi a jó, akkor maradjunk ennyiben. És én azt gondolom, hogy igen, én azt gondolom, hogy 2024-ben egy folyamatot lehet elindítani, amennyiben a budapesti önkormányzatokban egy ilyen civil szövetség, amit mi szeretnénk összehozni, hangsúlyosan megjelenik, és a fővárosi közgyűlésben is hangsúlyosan megjelenik az az ígér, hogy legyen elég ebből. Értettem. Köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélgetni. Innen érdemes lesz majd legközelebb folytatni. Köszönöm szépen. Köszönöm én is.